A Vasas SC judo szakosztályának igazgatója Bere Tamás magyar bajnok szakedző mutatja be a Vasas Kupala Akadémián nagy sikerrel működő IET programot. Az együttműködés által az IET program szakemberei nagyban hozzájárulnak labdarúgásunk fejlesztéséhez, a leghatékonyabb módon csökkentve a sportági sérüléseket. A módszer hatékonyságának köszönhetően akadémiai csapataink eredményességének növekedése várható. A Vasas Kubala Akadémia szakmai vezetőjének felismerésével az IET program mára nélkülözhetetlenné vált csapatainknál. Labdarúgó edzéseinkbe építve a szakemberek célja agilis, határozott, domináló, fegyelmezett, koncentrált, kondicionálisan és mozgás intelligenciával maximálisan felkészült, csapatért küzdeni tudó játékosok nevelése. Az IET program a Vasas Kubala Akadémián körülbelül 2 éve működik, nagyon jól. Elmondhatjuk, hogy a gyerekek a kontaktok területén és a prevenció területén nagyon nagy fejlődést értek el. Elsősorban az volt a célkitűzésünk ezzel a programmal, itt a Vasasnál, hogy a gyerekek megismerjék a küzdősport egyes elemeit, amit az IET program tanít, és ezen keresztül sportág specifikus módon a saját játékokban tudják ezt alkalmazni. A programot hetente 2 alkalommal tudjuk megvalósítani, egy speciális integrációt vezettünk be a szakvezetéssel közösen, ami arról szól, hogy hetente 2-szer fél órában a labdarúgó edzésbe integrálva, tehát a labdarúgó edzés egyik elemét, vagy a bemelegítő részét kapjuk meg mi fél órában, vagy a levezetés részét, és utána a gyerekek ezt a mozgáskultúrát, amit mi fejlesztünk náluk, ezt át tudják élni a labdás gyakorlatokban. De nagyon jól szamítodik az edző kollégákkal, általában amikor mi egy-egy elleni párharcokat tanítunk a gyerekeknek, akkor ők ugyanezt labdás módon is megteszik, ami extra módon fejleszti ezekben a koroknak, tehát a 10-12-es korosztályban az érzékeiket, hogy egy adott testcselt, egy adott lefordulást, egy adott vállalvaló ütközést, vagy akár egy esésből való hirtelen felállást hogyan tud minél jobban, minél hatékonyabban megtenni. Ami még hozzátartozik a programhoz, hogy itt egy időben, ahogy a kontaktot a gyerekek elsajátítják, megérzik, érzésekkel, érzékekre tesznek szert, itt egy időben fejlődik a koncentráció, tehát a mentális képességeik, a fizikális képességeikkel. Itt elsősorban olyan abszolút labdarúgó specifikus képességekre, illetve fizikális adottságok fejlesztésére gondolunk, mint például a térhuzamzat, ezzel összhangban az összes ilyen jellegű párhazgyakorlatnál, a törzsizomzaton kívül a nyakizomzat, a kar, a láb együtt fejlődik, tehát egy igazi komplex fejlesztést adnak, és ami még talán ennél is fontosabb, a mentális többlet, amit ugye ezek a gyakorlatok tanítanak, mint mentális értelemben a pályán meg kell mutatkoznia, tehát egymás legyőzésére gondolok, az akarat fejlesztésére, a vereség tisztességes elviselésére, a győzelem ugyanilyen elviselésére. Tehát nagyon komoly nevelő hatással is rendelkeznek ezek a gyakorlatok, amiket a gyerekek itt az elmúlt 2 évben már nagyon szépen teljesítettek, és nagyon szépen fejlődnek. Ha csak egy pozitívumra kell gondolnunk, hogy miért is fontos itt a Vasasnál, hogy ez a program elindult és működik. A szülők szempontjából mindenféleképpen meggyőző, hogy a Vasas ad arra, hogy a gyerekek bármilyen sérülést megelőzzenek. Ugye ebben a programban, az IET-ben, amit ugye Additional Judo Trainingnek hívnak, az első elem, amit megtanítunk, az a helyes talajfogás. Ebből fakadóan nagy
eredményeket érünk el, mindenfajta esésből a gyerekek egyre nagyobb százalékban húzzák meg a sérüléseket, és ezáltal akár egy hosszabb karriert tud befutni, később az egész pályafutásán keresztül tudja ezt kamatoztatni. Ezt tartjuk talán a kezdetekben a legfontosabbnak, és utána későbbiekben, ahogy elindul a program, haladunk a különböző párharc technikai elemek felé, amiket megtanítunk. A párharc technikák begyakorlásánál nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez a korosztály találkozzon a küzdelemmel, tehát a testtelen küzdelemmel. Ez nem maradhat ki szinte egyetlen jelzésünkből sem. Hiába egy rövid integrációt tudunk megvalósítani, de akkor is jelen kell lennie körülbelül 5-10 percben egy teljes tiszta küzdelemnek, amit biztonságos környezetben hajtanak végre test ellen, mert ebből a mentális pozitívumokat reméljük, és tudjuk, hogy ez rengeteget fog jelenteni. Miután ugye a programmal tovább haladunk, a párharc technikákat, az eséseket elsajátították, különböző technikai elemeket, ami a párharcokat felépíti, tehát a helyes testtartás, különböző lépés technikák, követés technikák, akár fogás technikákról beszéltünk. Ha ezeket elsütöttek, akkor egy biztonságos felületről, ugye egy mobil szűnyeg felületről beszélünk, ami az első 20 edzés körülbelül zajlik. Nem csak egy-egy elleni párharcok, több résztvevős párharcokról is beszélünk. Egy nagyon fontos dolog, ami ehhez még hozzátartozik, hogy az edző kollégák folyamatos kommunikációban vannak, és a mérkőzések látogatása alkalmával, ugye ezek visszaigazolást nyernek, hogy a gyerekek agilitása, a pályán való játékhoz való hozzáállása, a csapat együttműködésében és a testük megfelelő használatában egy testi kontaktusos helyzetben rengeteget fejlődik, és ezt többszörös visszajelzésekkel már igazoltnak tudjuk tekinteni. Tehát mi úgy fogalmazunk gyakran, hogy egy új képességgel ruházunk fel a gyerekeket, ami ott van a pályán, és ezt a képességet, ezt a 21. században, amikor a labdajátékok, a labdarúgás nagyon felgyorsult, és a nemzetközi szinten nagyon kemény testtelen csaták, nagyon komoly egyéni mentális megnyilvánulások vannak. Tehát az, hogy valakinek van egy önmagatartás, hogy nem adom fel, küzdök, hajtok a győzelemért. Ezeket sajátítják el itt a gyerekek a megfelelő technikai háttérrel és megfelelő biztonsággal. A Vasas Kubbal Akadémiának meg szeretném köszönni a bizalmat, amit felé nyújtottak. Egy óriási nyitottságot tapasztaltunk az edző kollégák részéről. Befogadták ezt a programot, és ennek a programnak köszönhetően pozitív hatásait már az előbb elmondtam, de az együttműködést hosszú távon tudjuk kivitelezni, amivel úgy gondoljuk, hogy a magyar labdarúgásnak a kezdő fejlesztését el tudjuk itt a Vasasnál kezdeni, és ezért mi nagyon hálásak vagyunk, és próbálunk minden egyes edzéssel rászolgálni a helyes munkával és az eredményekkel arra, hogy ez egy jó döntés volt.